Több sikeres akciót szervezett az elmúlt évadban az Életművészet Családért Klub. Legutóbb ivónap alkalmából gyűltek össze. Terített asztal várta a művelődési házba az Életművészet Családért Klub tagjait és férjeiket május 22-én szombaton az ivónapi rendezvényen. A főzést ugyan férfiak végezték, de a minőségellenőrzés itt is a nők dolga volt. Ők végezték ez alkalommal a férfiak kiszolgálását a vacsoránál. Alkalmi táncegyüttesük köszöntötte a férfi koszorút. Az asszonyok ajándékát, egy-egy zsebkendőt meghatottan vették át a férjek, ajándékot kaptak a szakácsok is. Kedves megemlékezés és ajándékozás után kezdetét vette a mulatság.